its composition. They also do experiments. They examine even the human body one by one to understand what these subsystems are made of and how they put together constitute the cosmos. Itt tehát különböző tudományágakban megfigyeléseket végzünk, a csillagászatban, biológiában, fizikában, laboratóriumokban teszünk megfigyelést, az orvostudomány is különböző szerveket külön figyeli meg, és ezeknek a törvényszerűségeit külön fedezi fel. So we are launching these observation satellites, we are launching rockets to understand all these systems and subsystems of this universe. Megfigyelő rendszereket küldünk az űrbe, különböző űrhajókon folytatunk bizonyos mintavételeket, és így kívánjuk megérteni a kozmoszt. Now this scientific method has a very big flaw. The first flaw of this method is that you look at each component of the universe separately, and therefore connecting them billions of components is not easy thing. Így tehát az egyik legfontosabb szemléletmód az, hogy a megfigyelésünkben teljes mértékben bízunk, és ezeket a különböző megfigyeléseket illesztjük egyé a későbbiekben. It's like analyzing trillions of individual cells in our body, and then trying to connect how the human body is made. Így például a testünkben is ilyen megfigyeléseket teszünk, sejtek milliárdjait figyeljük meg, ahhoz, hogy megértsük, hogy működik az egész. The second important constraint of this problem is that it is based on our sense perception. Our sense organs are the most important component or instrument that are used to observe these methods, to do the experiments, and to understand this world. A másik fontos eleme ennek a szemléletmódnak, hogy a megfigyeléseinket az érzékszerveinken keresztül tesszük, és az érzékszerveinket használjuk ahhoz, és ezeket fogjuk fel teljesen megbízhatónak ahhoz, hogy ezeket tökéletesnek vegyük, ezeket a megfigyeléseket. But our sense organs are very poor and very unreliable. You see, if you look at the same object from two different distances, they look totally different. You can see the two objects. Viszont fontos figyelembe venni, hogy az érzékszerveink nem igazán megbízhatóak. Hiszen, hogyha különböző szempontból nézzük, vizsgálunk dolgokat, akkor különbözőeknek látjuk őket. Then, for example, simple thing like fog envelops a city, you can't see anything. It doesn't mean that city doesn't exist. Például, mint ahogy ezen a képen is látszik, hogyha a köd elönti a várost, akkor az nem jelenti azt, hogy a város nincs ott. Then whose sense you believe? A child looks at an object differently, a grown-up person looks at differently, an old person looks at differently. So whose sense organs are valid for this kind of evaluation? Vagy például, hogyha egy egyszerű virágot figyelünk meg, akkor kinek a megfigyelésének hiszünk? Egy gyerek teljesen másképpen lát egy virágot, vagy egy egyszerű tárgyat, mint egy felnőtt. A megfigyelés tehát életkortól is függ. Then the view of any place changes constantly. In the day it looks different, in the afternoon it looks different, in the night it looks different. So what is reality? How do you decide the reality? What you saw in the morning is reality, what you see now is reality, and what you see in the night is reality. És például a fényben is teljesen másképp tűnnek a dolgok reggel, délután és este. Ilyenkor például melyik érzékünknek, melyik képet hiszünk el ugyanarról a dologról? So you get a very distorted picture from these instruments which we have at our disposal called sense organs.
Tehát ezek az érzékszervek, amelyekkel rendelkezünk, hogy felfogjuk a világot, nem igazán megbízhatóak, sokszor elég torz képet adnak a valóságról, vagy arról, amit annak hiszünk. If I ask all of you to describe this picture, each one of you will describe it differently. So whose description is right? How do you judge that this is right and this is not right? Ha most megkérném önöket, hogy írják le, mit látnak ezeken a képeken, valószínű mindannyian különböző képen írnák le, amit látnak. Akkor vajon kinek a leírása, a felfogása és az érzékelése a helyes, az igaz? So the sense organs are an unreliable instrument of understanding the universe and the creation as a whole. Az érzékszervek tehát sajnos nem megbízható műszerei annak, hogy felfogjuk, érzékeljük és megértsük a világot. For example, if there's darkness, you don't see anything. It doesn't mean that things don't exist. They exist. You go into the darkness and you see nothing. Complete darkness. As soon as the light comes, you start seeing. Does it mean that reality has changed? It has not. It exists as it is. Például, hogyha teljes sötétségben nézünk meg dolgokat, vagy éjszaka akarunk valamit megfigyelni, vagy nem látjuk a dolgokat, amikor ott vannak, az nem jelenti azt, hogy nincsenek ott, csak másképp érzékeljük a sötétségben őket. I think all of you know the example given by Plato about the cave, the cave of the Plato. How the reality is understood by the people who are prisoner in a particular place. How they perceive the world, and as soon as they are freed, they have a completely different perception of the world. Mindannyian ismerjük a plátói hasonlatot a barlangból. Ugye teljesen másképp fogjuk fel a dolgokat bizonyos állapotokban és szemszögből. So, the scientific analysis based on these two premises. One is that each subsystem is studied separately to understand the whole, and secondly, the reliability of sense organs. These are both not perfect instruments and therefore do not give you correct results. Tehát arra szeretnék rámutatni, hogy tulajdonképpen a tudományos érzékelés két féle szemlélet, tudományos magyarázatok szemléletmódja kétféle premisszával rendelkezik. Az egyik, hogy a részeket külön vizsgáljuk, és abból alkotunk egy egész képet. A másik pedig, hogy mindaz, ahogyan ezeket a részeket megfigyeljük, sajnos tulajdonképpen egy megbízhatatlan rendszeren alapul. Now I want to give you some examples of very powerful things, which we cannot perceive through our sense organs at all. És most néhány olyan példát szeretnék mutatni, amelyekkel erőteljesebben szeretném ábrázolni, szemléletesebben, hogy mi az a valóság, amit például az érzékszerveinken keresztül nem foghatunk föl. Look at our own body. Nézzük például a saját testünket. We have this body, we have the senses, which we can see, we can feel, no? Van a testünk, vannak benne az érzékszerveink, amelyekkel érzékelünk. But the most important visible, there are many more, but one of the most important components of human body is our mind. És például nagyon sok fontos érzékszervünk van még, de az illetve része a lényünknek, és ezek közül az egyik az elménk. You agree? The mind is one of the very important components. Egyetértenek velem, hogy az elme nagyon fontos összetevője a lényünknek. Can you see mind? Can you touch mind? Láthatjuk ezt, megérinthetjük. Can you smell mind? Megszagolhatjuk. Can you taste it? Megízlelhetjük. Where does it exist? És különben is hol létezik ez tulajdonképpen? If you take the brain out and analyze, you will only find blood and flesh, no mind. It doesn't exist there. Hogyha például az agyat eltávolítjuk és megvizsgáljuk, akkor sem tudjuk meghatározni, hogy hol van az elme, illetve a tudat. Still we all know that the mind
is very powerful. It can make us cry in a minute. It can make us laugh in a minute. It is the fastest traveling instrument in this universe. Ugyanakkor mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a tudatunk az egyik legerőteljesebb része a lényünknek, hiszen megnevettet bennünket, képes arra, hogy sírást idézzen elő, és nagyon gyorsan működik, képes gyorsan reagálni, előidézni dolgokat. With mind, in a fraction of a second you can go to US, another fraction to the moon, third fraction to Budapest, fourth fraction to Delhi. It takes just like this. Egy pár pillanat alatt több tízezer mérföldre odébb lehetünk gondolatainkban, utazhatunk, és bármi másra gondolhatunk, és már is ott vagyunk. Nothing in this universe can go back in time except mind. Mind can take you back to your childhood sitting here in a fraction of a second. Például ugye semmi más érzékszervünk, semmi más a világon nem képes arra, hogy a múltba utazzon, kivéve a tudatunk. Még itt ülve is gondolhatunk gyerekkorunkra, és akkor egyáltalán nem is vagyunk itt most például. So the science can analyze your hand, your eyes, your ears, maybe your digestive system, try to put them together a little bit here and there. But they cannot analyze mind, they cannot experiment with mind, because it doesn't exist. A tudomány tehát megvizsgálhatja, analizálhatja különböző szerveinket, a keringést, a nyirokrendszert és az egész testünk rendszerét, de azt nem tudja meghatározni, hogy mi maga a tudat. So how do you experiment with the thing which is so subtle in existence? It exists, but very subtle in existence. Tehát akkor hogyan is kísérletezhetnénk például egy ilyen részünkkel, mint a tudat, ami annyira finom létező. I want to give you two more examples of this subtle existence to make my point. Még két példát szeretnék felhozni, hogy szemléltessem amire rá szeretnék mutatni. You know, we talk about time all the time. We say this is time to eat, this is time to sleep, this is time for the meeting, this is time to take rest. Gyakran hivatkozunk például az időre. Most itt az ideje munkába indulni, most van az ideje a pihenésnek, most egy meetingre kell mennem, most ide-oda sietek. Time governs each second of our life. Az idő határozza meg életünk minden pillanatát. And what is life? Life is just time. If I'm 57 years old, it means it's time, isn't it? És az élet annyira fontos, például ha azt mondom, hogy én 57 éves vagyok, akkor ez az életemet jelenti. And do you know time where it exists? És meg tudjuk mondani, meg tudják önök mondani, hol létezik az idő? Can you see it? Látható? Can you touch it? Meg tudjuk érinteni? Can you smell it? Vagy megszagolhatjuk? Can you capture it? Meg tudjuk fogni? You see, the time for our sense organs does not exist, because sense organs are not capable of grasping time with their capabilities. Tehát fontos felismernünk, hogy az érzékszerveink nem tudják felfogni, tehát érzékszerveinkkel felfoghatatlan az idő. And the time is such a great thing that it controls every single existence in this life, in this universe. It defines each life, each object which exists here. És ugyanakkor az idő határoz meg minden létezőt, minden tárgyat, ami valaha létrejött. With time, I helplessly grow from childhood to youth to old age. I have no control, I just grow helplessly. All of us do that. Például feltartózhatatlanul növekszünk az időben gyerekkorunktól öregkorunkig. Can you halt that process? Can you stop that process? Valahogy megállíthatjuk? Képesek vagyunk megállítani ezt a folyamatot?
Look at the power of time. It is so pervasive that you can't even think about it. Figyeljük csak meg, micsoda ereje van ennek az magának az időnek. Life of this glass is also defined by time. Például, life of this is also defined by time. Ezeknek a tárgyaknak az ideje is, az élete is az idő által meghatározott. Life of this ship is also defined by time. Ennek a hajónak is le fog egyszer járni az ideje. My life is also defined by time. És az én életem is az idő által van meghatározva. Life of planet Earth is also defined by time. Magának a Föld bolygónak az élete is az idő által meghatározott. Now how do you understand time with your scientific tools and machines? Akkor tehát hogyan érthetjük meg az időt a tudományát a rendelkezésre álló megfigyelő eszközökkel? Can you? Önök értik ezt? Vagy meg tudják figyelni az időt tudományosan? Vagy tudnak erre valami módszert? This is only helping you to measure time. It's not time, it's just measurement of time. Az idő csak méri az időt, tulajdonképpen az óra csak méri az időt. You see, the sun enables us to measure time. Sunrise, sunset, its full cycle, 365 days, seasons, that enables us to measure time, but it is not time. A nap segítségünkre van abban, hogy mérjük az időt a különböző napszakok által, tehát ez a ritmus segít bennünket az idő felfogásában. In fact, sun is also subject to time. One day when the fuel of the sun is finished, it will go away, it will be destroyed. De hát ugyanakkor tudjuk, tudatában vagyunk annak is, hogy a nap ideje is egyszer lejár, és amikor kiég, akkor már ő sem úgy funkcionál tovább. And time will still exist. És idő még akkor is létezni fog. So this is one example, second example of insensible. Our sense organs cannot grasp that because their capabilities are limited. Tehát ezt gondoltam második példának elmondani arra, hogy az érzékszerveink nagyon fontos és erőteljes dolgokat nem tudnak érzékelni és mérni. How much time do I have? Okay. My time, you see, this is the constraint I have, we're talking about time. And now, let me give you another example. You will go after a while your home, have your dinner and you will sleep. What is this sleep? Például ezután, az este után mindenki hazamegy, és amikor majd lefekszik éjszaka, akkor alszunk. Mi az alvás? Can you see the sleep? Can you touch it? Can you taste it? Láthatjuk az alvást, érzékelhetjük, megízlelhetjük. Can you experiment with sleep? Végezhetünk kísérleteket az alvással? It comes and it makes you completely helpless. Your whole body, mind, senses become helpless. You just sleep. Az alvás egyszerűen csak ránk tör, és tulajdonképpen tehetetlenek vagyunk. Nem fogjuk föl, hogy alszunk. This is the power of insensible. I have many more examples, but I can't go on them. Nagyon sok még ilyen példával még a rendelkezésemre, de az időm meghatározott. And remember the time, the space, the sleep, they are still physical. Physical. I'm using the word physical. The consciousness which I talk now is not even physical. So it is much more subtle than time and space. És fontos, hogy kiemeljem, hogy fizikai érzékelésnek hívjuk az időt, a teret, tehát a tudománynak a kontextusában. Én viszont arról szeretnék beszélni, ami fizikailag nem biztos, hogy ilyen mértékben érzékelhető, hanem sokkal finomabb létező annál. So the riddles of the creation cannot be understood with the methods of modern science. It is only the spirituality which can enable you to understand these riddles. Tehát a teremtést és a létezőket nem biztos, hogy fel tudjuk fogni kizárólag a tudományok által rendelkezésünkre álló megfigyelések alapján, hanem a spiritualitás az, ami segít bennünket ebben. And that is why spirituality is a higher science. It is not something philosophical, it's a
much advanced science. És ezért állítom azt, hogy a spiritualitás nem egyfajta filozófia, hanem tulajdonképpen egy magasabb, magasabb rendű tudomány. Now, let me talk very briefly about interconnectedness. Most hadd beszéljek egy pár szót akkor röviden az összetartozásról. What is interconnectedness? Mi is ez az összetartozás? In simple words, for example, we have this body. It has so many systems and subsystems inside, but we are one single whole. Nagyon fontos tehát, hogy a testünkben is különböző testrészek vannak, de mégis egy egész rendszer vagyunk. If you analyze your eyes and ears and hand and bone and digestive system, reproductive system separately in labs and then try to put it together, you can never understand human body. Például a különböző érzékszerveinket laboratóriumokban egyenként vizsgáljuk, és utána próbáljuk összeilleszteni, mégsem érthetjük meg az emberi szervezet egységként működését. So you have to first understand the whole and then the subsystem inside it. Először tehát inkább az egészet kellene felfognunk egészében, és utána a részeket vizsgálni. What science does it? Science thinks that like engine parts, you put them together and you make engine. The human body and cosmos is not like engine parts. Az orvostudomány gyakran úgy tekint az emberi szervezetre, mint különböző részeknek mint egy motorra például, ami különböző részekből áll, aztán azokat javítgatjuk, összerakjuk, és akkor ismét egészséges. So I want to give you a few examples of interconnectedness of the nature first. Most a természetnek az összetartozására szeretnék pár példát felhozni. There are five elements of nature. A természetben öt különböző elemet találhatunk. They are space, air, fire, water and earth. És ezek a tér, a levegő, a tűz, a víz és a föld. All these are integrally connected with each other. És ezek nagyon-nagyon szoros összefüggésben állnak egymással. Let's take an example of water cycle because we are right on the bank of the river Danube. Akkor nézzük például most épp a víz elemet, és vizsgáljuk meg, hiszen most úgyis itt egy hajón vagyunk, és a Dunát látjuk a teremből. Look at the beauty of nature. Nézzük csak meg, milyen csodálatos a természet. If I have to transport 10 liter of water from here to my home, it will require a lot of effort and labor, no? Például, hogyha most 10 liter vizet kéne innen elvinnem haza, az elég sok energiába telne, ugye? No, you will feel tired taking 10 liters water from. Ugye fáradtak lennénk utána, hogyha innen 10 liter vizet el kéne cipelnünk valahova. Look at the functioning of the nature. És nézzük meg, milyen csodálatosan működik a természet. Billions of tons of water is lifted every second into the atmosphere with the sunlight. A nap melege által a víz molekuláknak a milliói másodpercenként mennek az atmoszférába a vízből. The sunlight heats the water. From the oceans, from the lakes, from the rivers, from our clothes, from our houses, and it goes up. Tehát a meleg által mindenhonnan a víz egyszerűen csak párolog, az óceánokból, a testünkből, a folyókból, a növényekből, sokféle helyről. It goes into the space. És a térbe távozik. And then the wind comes and blows it up. Aztán a szél eljuttatja ezt a mozgás által egy másik helyre. Making into cloud and transporting them of thousands of kilometers. És aztán felhők formájában több ezer kilométert utazik. And then with again the condensation process, there is also heat process. It falls in the form of rain, in form of snow,
in form of hails in various parts of the world. És aztán a kondenzáció folyamata által különböző más távoli helyeken ismét eső formájában a földre jut. And then it flows back in the form of rivers and lakes and underground water. És ismét a folyókba, az óceánokba, barlangokba és egyéb helyekre jut. So Egypt, the nature is interconnected. You see how the sun, water, earth, space, wind, everything work together. A természet egyik lényege tehát maga az összetartozás és egy rendszerben való mozgás. To make it happen, otherwise it cannot happen. Ez csak így történhet meg, különben ez a folyamat nem jöhetne létre. Can it without holding the whole fire? Önök szerint létrejöhet? Másképp. You see, so this is called interconnectedness. Ez tehát az egyik lényege az összetartozásnak. I can give you many more examples, but given shortage of time, I will stop on nature only this example. Sok példát felhozhatnék még, de kevés idő áll a rendelkezésemre. Then let me give you example of our own body. Akkor nézzünk egy másik példát a saját testünkben. You see how the body is so sophisticatedly interconnected, you can't imagine. It's the most sophisticated interconnected thing in this universe. A testünk is oly mértékben kifinomultan összehangolt, talán az egyik legösszehangoltabb és legkifinomultabb működő rendszere a természetnek. Now, I touch this glass. As soon as I touch, the signals reach my mind immediately, and I feel what it is. Amikor például megfogom ezt a poharat, azonnal érzékelem, hogy mi ez, és a tudatom felfogja, az elmém, hogy mi történik. You are listening to my sound. The sound goes into your brain. The brain goes to the mind and you react. This guy is telling the truth or not truth, or you know, he's speaking rubbish or he's speaking some sensible thing. Például, ahogy hallják a hangomat is felfogják, és közben azon gondolkodnak, hogy hát miket beszél itt az ember, vajon butaságokat beszél, vagy igazat mond. Then you eat food, bread, you eat fruits, you drink water. Vagy például, amikor étkezünk, gyümölcsöt eszünk, vagy egyéb dolgokat, vagy amikor vizet iszunk. Inside your body that becomes blood, flesh, bones, brain tissue. Mindez átalakul a testünkben, és vérré válik, szövetekké, vagy agy szövetekké. Replenishing your body every second. Minden másodpercben újjá alakul a testünk. And that energy enables you to see, to hear, to talk, to walk. És mindezek a folyamatok teszik lehetővé azt, hogy beszéljünk, hogy halljunk dolgokat, hogy járjunk a mozgásunkat. And then body discards the waste. It also enables you to discard the waste which is not needed, which cannot be assimilated into the body. És a szervezetünk ki is választja például a salakot, amire már nincsen szükségünk, annyira kifinomult rendszer, hogy megkülönböztetéseket tesz. Then your blood purifies, your kidney work, the inhaling you take, that works, all these systems work together. És mindez a rendszer csodálatosan működik, a vérünk tisztulásra képes, a levegőt át tudja alakítani, és mindenféleképpen csodálatosan együttműködnek a különböző részek. If one single organ, for example your kidney refuses to clean your blood, what will happen? Whole body will collapse. Például mi történik, hogyha a vesénk felmondja a szolgálatot és azt mondja, hogy többé nem tisztítja meg az anyagot? Akkor mi történik? Összeomlik a szervezetük. Or your intestines refuse to digest the food, what would happen? Vagy hogyha az emésztésünkkel van gond, akkor mi történik? Rögtön baj van. So the human body is completely integrated whole. It cannot be dissected into small parts and components. Tehát fontos felismerni, hogy az emberi testünk is egy integrált egész rendszer, nem lehet kis részekre bontva felfogni.
If you can dissect into parts, then you can put eyes, ears, hands, legs together and make a human being. Can you? Ugye nem hozhatunk létre egy emberi lényt, hogyha különböző szerveket összerakunk és érzékszerveket is hozzárakunk. You cannot. It's not possible. Ugye nem lehetséges, ez még senkinek nem sikerül. So this is the power of interconnectedness. Ekkora ilyen hatalmas ereje van tehát az összekötöttségnek. So now I would like to speak on the final concluding thought concerning interconnectedness. Tehát akkor most ezt az összekötöttséget szeretném még egyszer utoljára egy nézőpontból megvilágítani. In Vedic writings, the whole universe, whatever exists in this universe, have been equated to Brahman, one single entity. A Védák szerint az egész világegyetem tulajdonképpen egy entitásnak az erejéből, a Brahmannak az erejéből jött létre. Brahman is like universal consciousness. A Brahma tulajdonképpen olyan, mint az egyetemes tudatosság. It means that it is a Sanskrit word, which means it can expand infinitely. That is the meaning of this word. Ennek a szanszkrit szónak a jelentése, hogy ki tud terjedni végtelenül. And everything in this universe come out of him and go back to him. És minden ebben a világegyetemben ebből a létezőből jön létre és tér vissza belé. Like you see millions or thousands of hair come out of our body, is it? Például a billió hajszálak jönnek ki a testünkön és egy élet alatt mennyi több millió egy szóval sok idő alatt. From one tree, how many fruits, how many leaves, how many branches come out? És egy gyümölcsfáról is hány ág, hány levél, mennyi gyümölcs teremtmény jön létre? So this from the one single thing, the whole universe comes out. That is called Brahman. Tehát egyetlen egy dologból az egész világegyetem létrejöhet. Ez az, amit Brahmannak hívunk. You can call him Christ, or you can call him Allah. It doesn't matter what name you give, but this is one single universal consciousness from where everything originates. Sok nevet adhatunk neki, Istennek, Krisztusnak, sokféleképpen nevezhetjük. A lényege, hogy egy egyetemes tudatosságot jelenítesz meg. And this is consciousness. This is not physical. Because physical thinking are subject to decay with time. És ennek az egyik lényege, hogy ez egyfajta tudatosság, ami nem a fizikai valóságban létezik, hiszen minden fizikai létező az idő keretén belül létezik. It is the consciousness which can create things. Without consciousness you cannot create anything. És tulajdonképpen a tudatosság hozhat létre teremtményeket. Can this glass create anything? Például ez a pohár létrehozhat valamit, teremthet egy másik létezőt? Or can this create anything? Vagy például ez a csészealj. But you and me can create this glass and this light. De önök vagy én, mi már létrehozhatunk ilyen teremtményeket. Mert nekünk van tudatosságunk. We have the power to think and create. Megvan az erőnk ahhoz, hogy gondolkodjunk, a hatalmunk, hogy tudatosak legyünk és teremtsünk. So everything comes out of this universal consciousness, because that consciousness has power to think and create. És hát bennünket, embereket a teremtésben ez a fajta egyetemes tudatosság segít. We can create. We are the second biggest creator in this universe because we are the most elevated form of life and consciousness.
És mivel mi emberek vagyunk a legmagasabb megnyilvánulási formája ennek az egyetemes tudatosságnak, mi vagyunk a második helyen ebben a teremtésben. So we created aircraft, we've created rockets, we've created the ship. Mi emberként hajókat, repülőgépeket hozhatunk létre. But imagine the power of the Creator, the universal Creator, who has created the sun and the moon and this cosmos and people like us. De képzeljük el a különbséget, hogy mekkora hatalma van, mekkora ereje van annak a teremtőnek, annak a teremtő erőnek, amely a kozmoszt hozta létre, a napot, a holdat és más bolygókat. He is so powerful that he can create anything. He is called in Sanskrit Sarvagya. Akkora hatalma és ereje van, hogy minden létrehozhat, és ezt úgy hívják a szanszkrit nyelven, hogy Sarvagya. Igen. So whatever name you give, it's immaterial. The fact is that all the physical nature and all the living species are created by one single entity called universal consciousness. Tehát ez az egyetlen egy egyetemes tudatosság, ez az entitás az, amely létrehozza a fizikai és a nem fizikai létezőket egyaránt. Now here this guy is creating something here. He can create, you see, but this instrument cannot create anything. Ugye ez az ember is létrehozhat, aki itt fúrja azt a beton, de azok a tárgyak külön magukban már nem hozhatnak létre mást. This stone cannot create, because it doesn't have consciousness. Can it create anything? Ennek a kőnek sincs tudatossága, ez létrehozhat még valamit? So, the one principle which I would like to mention now is that consciousness is completely interconnected. It cannot exist in isolation. Tehát nagyon fontos felismernünk, hogy ez az egyetemes tudatosság csak egy kontextusban létezik, külön nem tud dolgokat teremteni. This bottle can exist in isolation here, but it cannot exist everywhere, no? Ez a víz is képes létezni itt külön önmagában, de a természetben nem létezik csak önmagában. But can time exist in isolation? You see, in this room the time will not enter. Is it possible? És az idő sem létezhet külön a többitől leválasztva. You don't want the time to come here. Is it possible? Ugye sok exists everywhere. Ugye sokszor nem akarjuk felismerni az időnek a fontosságát, mégis ott van mindenhol. Space exists everywhere. Vagy például a tér is jelen van mindenhol. So as the things become more powerful, they exist everywhere. They become completely interconnected. Tehát ahogy a dolgok összeköttetésben vannak, rajtuk keresztül áll a világ is összeköttetésben. So the consciousness is far more powerful than time and space, because it created even time and space. Tehát ez a tudatosság még a tehát ez a legerősebb, hiszen ez hozta létre, még a térnél és az időnél is nagyobb hatalommal rendelkezik, mivel ez hozta létre azokat. So this consciousness is completely interconnected in the entire cosmos, and that is what spirituality teaches us. És tulajdonképpen ez a tudatosság, ez az egyetemes tudatosság mindennel összeköttetésben van az egész kozmoszban, és ez az, amit a spiritualitás tanít számunkra. It teaches us that all of us are connected. Each one in this universe is connected. Mindnyájan, mi egyes emberekként is összeköttetésben állunk. We may not feel it, but we are connected. Lehet, hogy nem érezzük és nem érzékeljük oly mértékben, de valójában össze vagyunk kötve. But once you go on this route of spirituality or higher science, you will feel that you are connected. És hogyha egyszer elindulunk a spiritualitásnak ezen az útján, akkor egyre jobban fogjuk érezni azt, hogy milyen lényegi módon vagyunk összekötve egymással. They were talking about the language of music. Például beszélünk a zene nyelvének az erejéről.
When you speak in Hungarian, I don't understand what you talk. Ugye, ha önök magyarul beszélnek, én azt nem értem. When I speak in Hindi, you don't understand what I talk. És ha én hindiul beszélek, azt önök nem értik. But when we play music, we all understand what it is. De ha zenét játszunk, vagy zenét hallgatunk együtt, azt mindnyájan ugyanúgy értjük. So that is the consciousness. We all are connected with consciousness. It doesn't require any language, any specific place to exist. It is all pervasive, all pervading. Tehát tulajdonképpen ezt a fajta megértést is ez az egyetemes tudatosság teszi lehetővé, hogy a zene nyelvén megértjük egymást. So my time is up. I am subject to constraints of time. And therefore I have to stop now. Tehát úgy tűnik, nekem is lejárt az időm, és az idő, az előadásom is az idő által meghatározott. I cannot shut the time into this room, say don't come here, it's not possible. Hiába nem látom, vagy nem érzékelem az időt, mégis tudom, hogy van egy bizonyos határideje. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Excellenciájának ezt a kiváló előadást. Szokás használni egy szót a levezető elnöknek, semmi jobb nem jut eszébe, azt szoktam mondani, egy gondolatébresztő. Én nem tudom most ezt megkerülni, akármennyire közhelyes is. Ha angolul kellene értékelnem, akkor két szót használnék, enlightening and inspiring. Megvilágosító és inspiráló volt mindaz, amit a nagykövet úr elmondott. És hát néhány gondolattal azért hagy reflektáljak az előadására. Ugye nagyon érdekes, hogy itt különböző kultúrák merültek föl, az indiai kultúra, elemzött a kereszténység. Az idő megfoghatóságával, az idő miben létével kapcsolatban azt mondta, hogy senki nem tudja ezt meghatározni. Ismerjük nagyon jó filozófiai tanulmányokból, hogy Szent Ágostonnak volt ez a híres mondása, hogy mi az idő, ha megkérdezik tőle, én tudom mi az idő, de ha megkérdezik tőlem, akkor nem tudok választani. Úgy látszik a nagy kultúrákban és a nagy vallásokban ezek a kozmikus problémák mind fölmerülnek. Aztán hogy mondjam el azt, hogy a napról beszélt a nagykövet úr, a napról, amelyik bizonyos szempontból méri az időt, és hogyha én el tudtam volna mondani kis bevezetőmet a rendezvény elején, akkor arra szerettem volna önöket emlékeztetni, hogy vajon milyen ünnepeken vettek részt az elmúlt fél évben. Hát a leggyakoribb ünnep valószínűleg családi ünnep volt, amely egy nagyon kis közösségnek jelent valamiféle identitásképző erő. Aztán vannak mondjuk nemzeti ünnepek, az elmúlt fél évre gondolunk, akkor legalább március 15-én eszünkbe jut, ami bennünket, magyarokat köt össze. Hogyha még nagyobb közösségben megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy voltak vallás ünnepeink, volt húsvét, volt pünkösd, ami egy másik vallás számára nem jelent semmit. És azok a dolgok, amelyek valóban minden ember számára jelentenek valamit, azok a természettel kapcsolatosak. Ezért szokott a Budapest Klub mindig a napfordulókhoz, mint a mai nap is elvileg napforduló lenne, illetve a napi egyenlőségek táján rendezvényeket szervezni. És itt hadd emlékezzek meg arról, hogy a legutóbbi ilyen rendezvényünknek éppen az indiai nagykövetség lehetett a házigazdája, ahol a nagykövet úr szintén kiváló előadást tartott. Ezt azoknak a vendégeiknek mondom el, akik nem vettek részt ezen. A mai rendezvényünk előadói nem egysíkú emberek, nagyon érdekes személyisége. Hagy mondjam el, hogy a nagykövet úr is Master of Business Management diplomát szerzett, de emellett kiváló diplomata, emellett verses kötetei jelentek meg, és tudományos értekezése is könyvformában, amely nem csak angolul jelent meg, hanem magyarul is itt tartom a kezembe, és ez a könyv megvásárolható az élet rejtélyének feltárása, modern tudomány és ősi bölcsesség. Tehát nagyon összetett, nagyon gazdag személyiség előadásait hallhattuk meg, és végezetül engedjenek meg egy egészen személyes megjegyzést. Nekem a gyomrom az egész előadás alatt egyben volt az idő miatt, ugyanis a számítógépen nem tudtam, hogy mikor fog lemerülni, de szerencsére nem történt semmilyen baleset, mert ez versenyen kívül lett behelyezve. Én most szeretnék egy
két előadást hallhattuk eddig. A nagykövet urat már megtapsoltuk, de szeretnék egy nagy tapsot kérni Berendi Kármánnak is, mert egészen fantasztikusan fordított, és nagyon szépen. One word since he is mentioned about the battery. Csak egy szót reflektálnék, mivel hogy szóba került az idő és a számítógépnek az akkumulátora. Yesterday I was telling someone that in one shot, if the electricity disappears from this world, we will go back to the primitive age, the real life. Hogyha egyszer esetleg a városok majd eltűnnek a föld színéről, akkor az úgynevezett primitív életet újra kezdhetjük. Then there would be no air conditioning, no refrigerator, no cooking range. Akkor majd nem lesz légkondicionáló, nem lesznek különböző konyhai gépek sem. No vehicles. Nem lesznek járművek például. You will have to cultivate the land and live with it. Újra, this is the real life. Újra földet kell művelnünk és abból kell élnünk. Ez a valódi élet. And you will have to get up with sun and sleep with sunset. És a nappal kell majd ébrednünk és a sötéttel a nap nyugvással, nyugovóra térnünk. Köszönöm szépen.